Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Sims Day 100 baba kihívás következő részével. Hogyha emlékeztek, az előző részben született kettő darab lánygyermekünk, Hella, illetve Muriel, akiket egyébként nagyon sokáig keresgéltem, ugyanis egyáltalán nem találtam meg őket. Mindjárt meg is mutatom nektek, hogy miért. Hát kifejlesztettek mind a ketten egy nagyon különleges képességet, amivel egyébként szerintem még a cirkuszba is felléphetnének, megtanultak lebegni. Egyébként valamikor még beraktam egy custom contentet a játékba, ami ugye kitörölte a bölcsőknek a textúráját. Ez a custom content egyébként ehhez az ágyhoz járt, és akkor így el lehet őket helyezni, de én nagyon sokáig a bölcsőket kerestem az egész házban, és sehol sem találtam a babákat. Azt hallottam, hogy folyamatosan sírnak, szóval arra nem gondoltam, hogy esetleg véletlen ott hagytuk őket a kórházban, de nagyon-nagyon vicces volt. És akkor szerintem a helyükre is rakom őket, így legalább egy ágyban feküdhetnek egyszerre ketten. Egyébként, hogyha valamelyik babám nagyon rosszul viselkedik, akkor egyszerűen csak csinálhatom ezt is. És akkor így félig kilóg a babágyból, kicsit ilyen Stardew Valley hangulata van a dolognak, de most egyelőre még jók, úgyhogy így fogom őket tartani. Aztán, hogyha bármi rosszaságot csinálnak, mondjuk ő most bekakilt, akkor lehetséges, hogy így félig kilógatom majd a babágyból, aztán majd jó hasizma lesz. Na, viszont beszélve akkor a hasizomról, lehet, hogy tényleg el kellene kezdenünk Alizzal egy kicsit edzeni, illetve ebben a részben most már tényleg szeretném kiköltöztetni a Tiniket is. Remélhetőleg mind a kettő Tini el fogja azt érni, hogy ugye kiköltöztethető legyen. Ugye Ince már nem számít tinédzsernek, őt felnövesztettem, de tök jó lenne, hogyha ebben a részben mind a hármukat ki tudnám költöztetni, és akkor megint lenne hely ismerkedni, mert hát nyilván ismerkednünk kell megint hamarosan. Bár egyébként lehet, hogy egy kicsit jobb formába kellene előtte Alice-t hozni. Most egyébként tök kényelmes nekem az, hogy itt van Ince, ugyanis tud foglalkozni a babákkal. Akkor is, hogyha Alice nagyon-nagyon fáradt, de azért hamarosan most már ki lesz költöztetve. Te jó ég, mi ez itt? Valami művészeti alkotás rakunk az asztalon tartani a büdös koszos tányérokba? Vagy ez így hogy jött, mint ötlet? Remélhetőleg nem elmosni szeretnéd azokat. Az a baj, erre már csak clean-upolni tudok, nem tudom behúzni a kukába, szóval nagyon-nagyon remélem, hogy azt nem elmosni akarod. Hova viszed? Jó, azt még hozzátette. És a kukába megy, ugye? Ez az. Az összes tányér, pohár, minden bele a kukába. Nem, igazából csak valamit azok közül kidobott a kukába, a többit pedig elmosogatja. Jó, ezzel is ki vagyok békülve, legalább 10 szimoleont kerestünk. És hogy vannak egyébként ők közben? Ő ugye ötös lett, szóval őt fel tudnám növeszteni, viszont az lenne az igazán király, hogyha Katalinnal együtt tudnám őket ugye kiköltöztetni, hiszen akkor ugye nem kellene annyi töltőképernyőt látnunk, úgyhogy szerintem meg fogom azt is várni, hogy Katalin ötös legyen. Ha nagyon ügyes lesz, akkor szerintem még ezt el tudja érni. Közben egyébként tanítgattam még egy kicsit, a programozásra kicsit rágyúrtam, úgyhogy most azon hármas szinten van, szóval azzal már nem lesz probléma, megírta a háziát is, viszont hogyha jól emlékszem, akkor sajnos a szorgalmira már nem maradt idő. Kitty ezen a napon végre, hogyha nem ront el semmit, akkor Tini lehet. Még simán lehet, léci, léci. Valami random eventet toljál be, amitől esetleg még kapna egy kis boostot. Hát ebből lehet, hogy a holnapi nap lesz, pedig annyira közel járunk hozzá, annyira sikerülhetett volna. De maradt 4-es. Kitty viszont 5-ös lett így. Jó, oké. Hát akkor még maradnak egy darabig, még egy napot maradnak akkor a Tinik, és akkor Kittyt viszont felnövesztjük. Kellene akkor sütnünk egy tortát. Milyen tortát csináljunk? A múltkor ilyen blue konfettit csináltunk, úgyhogy akkor most... Legyen akkor mondjuk egy ilyen rózsaszín epres torta. Az is igazából nagyon finomnak hangzik. Jó, és... Katalin, neked viszont nagyon rá kellene gyúrnod arra, hogy holnap tényleg meglegyen az az ötös. Úgyhogy szerintem kiadom neki még egyszer azt, hogy csinálja meg a leckéjét. Illetve majd megcsináltatom vele most a szorgalmit is. Kittyvel most addig nem csináltatok leckét, ameddig ugye el nem érjük azt, hogy Tini legyen, majd már vele a Tinis házi feladatot szeretném megcsinálni, illetve akkor neki is kiadunk egy ilyen sulis feladatot. Ó, közben 9-es szinten lettünk a főzésből. Az mondjuk nem rossz. Tehát, hogy lassan mester szakácsok leszünk, pedig csak anyukák vagyunk. Szerintem egyébként az összes nagymama így készíti a legfinomabb kajákat a földön, hogy annyit kellett anyáskodniuk, hogy megtanultak közben főzni is. Na, Kitty, gyere, szülinapod van, fantasztikus, csodálatos, szép időjárásban, remélhetőleg örülsz neki. És akkor... Nézzük meg, hogy milyen külsőt kapott. Wow, hát nagyon különbözik az előző kinézetettől, de végül is miért ne? Annyira amúgy nem vészes, bár elég érdekes ez a gatya ezzel a felsővel, de én nem akarok semmi jónak az elrontója lenni, szóval legyen akkor most ilyen. Na...
Az a bajom, úgyhogy most nagyon dörög az ég, folyamatosan esik az eső, tök szívesen kiküldeném ismételten ide a teraszra a szímeimet, de úgy el fognak ázni, meg beléjük is csapat a villám, hogy most ezzel nem szeretnék azért játszani. És akkor most ott vagyunk, hogy... várjunk csak, őt is föl lehetne még növeszteni. Akkor viszont erre is rakunk gyertyákat. Még mielőtt még egy tortát kellene tök fölöslegesen készítenem. És akkor ezt is szépen elfújjuk. Sőt, én azt mondom, hogy megint rakunk rá gyertyákat, hogyha valaki nem eszik bele, jó. És ezt megtartjuk a holnapi napra. Csak berakjuk előtte a hűtőbe. És akkor, hogyha nem eszik bele senki abba a tortába, most majd megnézzük, hogy mennyire tudnak önkontrollt tartani a szímeim, akkor ezzel a tortával fel tudom növeszteni Katalint is. És ez így mennyire király már, nem? Na majd meglátjuk, hogy összejön-e a dolog. Már megint jönne át kajálni, hát ez hihetetlen. Hogyha ő eszik bele a tortámba, na mondjuk akkor nagyon be fogok pöcceni, tehát hogy akkor örökre kirúgom szerintem ebből a házból. Akkor, hogyha minden igaz, Anasztázia is most már felnőtt, ugye? Már csak Katalint kellene rávennünk arra, hogy jól teljesítsen holnap a suliban. Szóval akkor kiadom meg neki azt, hogy csinálja meg a szorgalmit, illetve Kitty írja meg a házi feladatát. Most, hogy igazából ennyire ilyen laza a mai nap, szerintem tovább fejleszthetnénk Alice-nak a éneklési készségét, ugyanis 5-ös szinten áll jelenleg az éneklésből, és el kell, hogy érjük azt, hogy ugye 10-es szinten legyen. És megint sír valamelyik baba. Jó, akkor viszont lássuk el szépen őket. Neki mi a baja? Ki tudja mi. Az egyiknek biztos, hogy a pelusát kellett kicserélni. Amit most Ince ki is cserél. És a másik az most úgy egész rendben van. Elállt az eső? Nem, csak a hangja. Pedig már kezdtem örülni, azt hittem, hogy végre lesz egy kis nyugalmam. Sikerült közben neki vajon megcsinálni a szorgalmi feladatot is? Nézzük csak meg, azt nem csináltad meg. Odafigyelek én ám mindenre, nehogy azt hitt, hogy nem. Sőt, te se csináltad meg a szorgalmit. Hát akkor hajrá, hajrá! Még van egy órátok iskola kezdésig, úgyhogy remélhetőleg annyi idő alatt be tudjátok fejezni. Segítsetek egymásnak, valószínűleg nagyjából ugyanazokat a feladatokat kaptátok. És akkor csak nem fog feltűnni a tanárnak. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. De ő most túl rossz hangulatban van, úgyhogy nem fogja befejezni. Léci, te legalább fejezd be! Katalin, Léci, én benned még bízok, Kittit már rég elengedtem. Tehát, hogy ő volt az, aki a leglassabban fejlődött ebben a háztartásban eddig. De benned azért még bízok. Jó, szerintem neki meg lesz az 5-ös, és akkor ki is tudom őket költöztetni, és akkor elmegyünk még ismerkedni. Ince pedig itthon marad, igen, Anasztázia is itthon marad, ők ugye már felnőttek. És akkor most már csak arra várunk, hogy Katalin ugye a suliból hazajöjjön, és akkor remélhetőleg ő már 5-ös tanuló lesz. Oké, össze fog jönni. Kittinél ugye ez sajnos esélytelen, mert ugye se a szkíjei, se a tanulmányi átlaga nincsen olyan jó szinten. Nézzük meg azokat az ajándékokat, amiket kaptunk, mert hogy elég sok születésnap volt mostanában, és nem gyűjtöttük be szerintem a szülinapi ajándékokat, amiket azért érdemes lenne begyűjteni, és még mindig csak 800 szimoleont kapunk a jogdíjak után. Hát azért az nem túl sok. Többre számítottam, mert hogy tökéletes minőségű fantasy könyvet írtunk, és most csak 138 szimoleont hozott nekünk ez a könyv. Hát úgy látszik, akkor egy kicsit ismertebbnek kellene lennünk, de hát ahhoz megint könyveket kéne írnunk, szóval ez egy ilyen ördögi kör. Nagyon melegük van viszont. Heatwave van, oké. Elméletileg a termosztát most hűvösre van állítva, szóval megy a klíma. Remélhetőleg nem lesz semmi baj a szímeimnek. Azt nézem még, hogy mit kellene majd csinálni Alice-zal, hogy ugye majd el tudjunk menni ismerkedni. Szerintem a legfontosabb az lenne, hogy az energia szintjét egy kicsit növeljük. Remélhetőleg most már akkor hamarosan hazaér ugye Katalin is a suliból, és akkor egyszerre ki fogom őket költöztetni. Hogy van a tortánk? Nem merek belenézni egyelőre még a hűtőbe, majd akkor, hogyha hazajött. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem kell még egy tortát sütnöm. És nem evett bele senki. Kivenni nem vették ki. Viszont azt simán el tudom képzelni, hogy úgy vesznek ki belőle egy szeletet, és aztán eldugják, elviszik a inventoriukban magukkal, hogy aztán 3 napig rohasszák ott, hogy közben azért egy szeletet így elcsentek belőle. Hát majd meglátjuk. Jaj, ne megint sírnak a babák? Akkor viszont a csodálatos szinkron sírást megnyertem Uriel, illetve Hella. Úgyhogy a jutalmuk az lesz, hogy megetetem őket, illetve kiszedem aluluk a büdös pelust, és Katalin 5-ös tanuló lett, Kitty viszont maradt 4-es. Nem baj, erre számítottam én is. És akkor ki kellene vennem a tortát a hűtőből.
És még a gyertyák is rajta vannak. Így kell ezt csinálni! Jó, akkor viszont fújd el ezeket a gyertyák. Ne! Mit csinálsz, te lány, úristen? Várjunk, hogy tudott úgy... Így is el tudja fújni a gyertyákat, hogy kiszedett bőle... Ezt nem értem. Jól látom, hogy ezek most itt lebegnek? Érdekes. Sőt, itt csak a gyertyák vannak. Jó, fantasztikus. Kaptunk ajándékokat is, és akkor most már Katalin is felnőtt. Yay! Sikerült összehozni. Akkor viszont költöztetés. Szóval akkor rámegyek itt a háztartásomra, kiválasztom a három pöttyöt, rámegyek arra, hogy manage household, illetve itt arra, hogy transfer sims between households, és tudnám ezt a két babalábat is költöztetni egy teljesen másik háztartásba. Milyen szép lenne egyébként, hogyha a csecsemőimet csak úgy beköltöztetném valakihez. Biztos örülnének neki. Viszont nem tudom, hogy hova költöztessem be a gyerkőcöket, mert hogy így nagyjából az összes háztartásom tele van. Erről teljesen meg is feledkeztem. Custom contenteket töltöttem le, és hát Baldi tanár úr is köztük volt. Beköltöztessem hozzá őket? Hát biztos örülni fog neki, nem? Ince, meg Anasztázia, és akkor még megy Katalin Baldi tanár úrhoz. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire fognak egymással jól kijönni. Egyébként akár már akkor össze is hozhatnánk Aliszt is Baldival. Mondjuk az nagyon fura lenne, de... Hát majd meglátjuk, hogy ha véletlen elénk sétál, akkor lehetséges, hogy kicsit komolyabbra fogjuk vele fűzni ezt a kapcsolatot. Most egyelőre csak a gyerekeinkre vigyáz, aztán lehet, hogy még gyerekünk is lehetne tőle. És most már akkor újból tudnék ismerkedni. Újból tudnék ismerkedni, csak megint nagyon késő van. Nem tudom, hogy hova menjek, mert hogyha itt maradok lent, akkor ugye a babákra nem vigyáz senki, tehát hogy így nem fog jönni ugye külön ember. Azért, hogy figyeljen rájuk. Azt viszont nem szeretném, hogy emiatt elveszítsünk egy babát. Hát akkor lehetséges, hogy csak elutazok valahova. Jó. Egyedül szeretnék menni. Úgy lesz a legegyszerűbb. És szerintem elmehetnénk ide a karaoke bárba. Ott azért majd könnyű lesz ismerkedni. Szerintem ott késő este is fogunk találni szimeket, akik esetleg hajlandóak lesznek velünk egy kicsit közelebbről is megismerkedni. Úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikkel fogunk itt találkozni. Na, hello! Itt van Akira Kibo, Mariko, illetve Jasmine Der. Hát sajnos ezek nem olyan szimek, amiket ti készítettetek. Úgyhogy kicsit akkor várunk. Hol van a szimem közben? Mit csinál itt? Eljöttünk egy karaoke bárba, és most azt látom, hogy bütykölsz valamit ezen a szekrényen, ami le van lakatolva. Remélem nem lopni akarsz belőle. Érdekes. Tudunk esetleg énekelni? Énekeljünk. Legyen mondjuk egy jó diszkózene, Funky Simset. Szeretném, hogyha énekelnénk, de valaki oda ment. Léci, gyere ide, Aliz. Mutasd meg, hogy te mennyire jól tudsz énekelni. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha mindenki tátott szájjal lép neki majd ebből a bárból, amikor hazamegy. Van esetleg itt most már olyan szim, akit ti készítettetek? Mert még most se látok, sajnos. Érdekes, tehát hogy így beköltöztettem egy csomó szimet, de hogy így velük alig találkozok. Remélem azért majd lesz valaki, aki betoppan ebbe a bárba. Mert azért szeretném, hogyha olyan szimekkel tudnék megismerkedni, akiket ti készítettetek. Esetleg valaki apuka nem szeretné meghallani egy milyen csodálatosan éneklek? Zoltán Sörös, te biztos, hogy valaki olyan vagy, akit nekem készítettek. Vagy hát Aliznak. Meg akarok veled ismerkedni? Hol vagy? Te vagy az? Hello! Szervusz, Zolikám. Szeretnék veled kicsit romantikázni. Mit szólsz hozzá? Flörtöljünk egy kicsit? Benne vagy? Játékos hangulatban van, és nem utasította el a flörtölést, úgyhogy szerintem ez még összejöhet. Esetleg egy kicsit folytathatnánk tovább ezt a flörtölés dolgot. Oké, és közben itt van Gusztáv is. Hova lett Sörös? Zoli, ne menj el! Léci! Léci, ne menj el! Szeretnék veled még megismerkedni. Tudnék neki adni egy romantikus ajándékot, de nem tudok semmit csak kiválasztani. Itt hagyott minket. Itt hagyott minket, akkor marad Gusztáv. Gusztáv, szeretnél velem esetleg megismerkedni? Adok neked egy romantikus ajándékot. Mondjuk,
borzasztóan romantikus lenne, hogyha az egyik gyerekemnek az iskolai projektjét odaadnám. Annyira büszke vagyok rá, hogy inkább odaadom másnak. Ú, ez tetszett neki, ez igazán romantikus volt, azt mondja. Hát ennél romantikusabb iskolai projektet még sose láttam. Jó, lehet esetleg még veled romantikázni, ilyesmi? Amúgy vele is egész jó kapcsolatban vagyok most. Ó, Gusztáv adott nekünk egy romantikus üzenetet. Azt mondja, hogy a szívem kihagy, amikor a közelemben vagy. Egyre jobban és jobban szeretlek téged. Micsoda romantikus ember ez a Gusztáv. Hát akkor lehetséges, hogy most nem is Sörös Zoltán lesz az új apukánk, hanem Gusztáv. Ő legalább nem hagyott minket itt. Mondjuk elég érdekesen öltözködik, de nem baj. Jó lesz ő is. Az remélhetőleg nem papucs rajta, mert ha papucs, akkor viszont lehetséges, hogy gonosz. Ne, ne menj el, Léci, ne menj el, Léci. Oké, és ki, Mátyás Ádám. Úristen, most hirtelen megjelentek azok a szímek, amiket ti küldtetek nekem. Eddig egy se volt, de most hirtelen az összes betoppant ide a karaoke bárba hajnal kettőkor. Úgy látszik, ti ilyen igazi éjszakai bagoly szímeket küldtetek nekem. Mit lehetne még esetleg vele csinálni? Első csók? Össze fog jönni? Léci, ne menj el! Megijedt tőlünk. Nem akar velem csókolózni. Esetleg Zoltán nem jött közbe vissza? Hát nem nagyon látom, de itt van Ángel Gómez. Na, ő vajon olyan szim, akit ti készítettetek? Nem tudom eldönteni ebből a névből. Na mindegy, menjünk haza. Az lesz a legjobb, hogyha most inkább hazamegyünk. És akkor el kellene dönteni, hogy Sörös Zoltánnal szeretnénk összejönni, vagy Gusztávval. Mind a kettő igazán kecsegtető ajánlatnak hangzik. És közben egyébként fel tudom növeszteni a csecsemőimet, szóval végre tipegők lehetnek. Úgyhogy akkor először ezt fogom megtenni. Ugyanis úgy legalább már látni fogom a szükségleteiket. Jó, age up, és őt is akkor még gyorsan felnöveszteném. És felnőtt Muriel is. Szuper. Azt nézem, hogy hajnal 4 van, szóval valószínűleg nem fog átjönni se Gusztáv, se Sörös Zoltán, hogyha át akarom őket hívni. Hát Gusztávval a kapcsolatom jobb, legalábbis a romantikus, viszont jobb barátok vagyunk Zoltánnal, hogyha jól látom. Szóval nem tudom, hogy melyik lenne a jó választás, viszont Gusztáv dolgozik. Tehát, hogy ő egy orvos. Őt reggel nem tudom áthívni, mert reggel 7-től délután 3-ig dolgozik, és most a kedd van, szóval a mai nap is fog dolgozni. Akkor viszont marad Sörös Zoltán a munkanélküli, tökéletes apuka lesz, aztán majd Gusztávra is kerítünk egy kis sort, ígérem. De most az lesz a gyorsabb, hogyha Zoltán jön át majd reggel. Jó. Szerintem aludhatnánk egyet, és lehetséges, hogy elküldöm, akkor Kittit is aludni. Nem fáradtak, ezt jól látom én is, viszont szeretném kicsit átpörgetni az időt. Oké, és akkor most elmetek így reggel 8-ig aludni fognak mindannyian. Jó, áthívom. Akkor Sörös Zoltánt. Ő szerencsére bármikor elérhető. Ó, át is jött, király. És akkor üdvözöljük mondjuk egy flörtöléssel, remélhetőleg tetszeni fog neki, és nem fog minket elutasítani. De a biztonság kedvéért azért gyújtunk egy romantikus füstölőt, és akkor mind a ketten romantikus állapotba fogunk kerülni. Én már romantikus állapotban vagyok, szóval remélhetőleg ő is hamarosan romantikus állapotban lesz. Lehet, hogy bevallhatnánk azt, hogy nagyon tetszik nekünk. Remélhetőleg ez nem fogja őt megbántani, nem? Király? Akkor viszont folytathatnánk tovább a flörtölést. Ne menj el! Csinálok neked sört is, hogyha szeretnéd. Tudok neked csinálni sört? Ez szerintem az. Tessék! Biztos tetszeni fog. Nevedből ítélve szerintem ez jó lesz. Nem én akartam meginni. De csinálunk még egyet? Mind a ketten besörözünk. Ó, tudom, mit fogok csinálni. Berakom az inventorimba, és adunk neki egy romantikus ajándékot. Oké, és mégpedig ezt a sört. Tessék! Egészségedre! Hát árad belőle a szeretet. Oké, és csókolózzunk. Most már te is romantikus hangulatban vagy szerencsére. Hogyha minden igaz, akkor most már összejöhetnek itt a dolgok.
Van már esetleg lehetőségem arra, hogy baba is legyen ebből? Még egy rózsát azért adok neki. Csak hogy érezze a törődést. Egyébként vele nagyon lassan megy föl ez a romantikus interakció. Sexy poszt tudok neki még adni. Pedig ő egyébként egy romantikus srác. Ez az, itt a baba. Itt a baba, hol a baba. Legyen akkor legalább kettő baba, léci, jó? És akkor hogy vannak közben a tipegőim? Éhesek. Úgyhogy akkor jó lenne, ha tudnának enni valamit. Aj, csak abból ne egyek, könyörgöm, mert az annyira nem lesz jó a pocakodnak. Ez már rég megromlott. Szerintem még valamelyik nagytesót hagyhatta ott az asztalom. Nézzünk akkor meg egy tesztet, hogy sikerült-e a dolog. Nagyon flörtölős hangulatban vagyunk. És ez az, összejött a baba. Úgyhogy szerintem akkor ennek a videónak most itt is lenne vége. Remélem tetszett nektek, ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Andi voltam. Sziasztok!